Puszika vagyok. Eztet mondja, hogy ezt így ide, amaszt meg úgy oda. Puszika vagyok, szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Ha mi az Isten, el kellett bújni itt az eső elől, ugyanis kint esik az eső. Szóval üdv mindenkinek, itt vagyunk a, hát a következő Joshua-s RP, majdnem mondtam, hogy videóba, de hát nem videóba, hanem streambe. Mert hogy olyan van, hogy a múltkori streamen felbátorodván úgy gondoltam, hogy ma is rotyogtassunk egy streamet, illetve hát történtek dolgok, úgyhogy ezekről is be fogok itt számolni. Szevasztok, puszika, puszika, puszika. Közben itt csak mondanám, hogy már van két SMS-ünk, intézgetem itt a dolgokat. Hello, hello, hello. Szóval intézgetem a dolgokat, mert hogy ugye alapvetően pénzt szeretnénk egyelőre még keresni, mert autó nélkül vagyunk. Na most, mondhatnátok sokan, hogy hát de hogy, hát miért nem veszek egy Ladát, ugye mert egy Lada az ilyen 1000 körül van. Gyászos. Az a helyzet, hogy gyászos, nem szeretnék Ladát vásárolni. Ez egészen ilyen egyszerű. Úgyhogy valami jobb dologra vágynék, viszont ahhoz az kell, hogy, hogy hát azért az ember gyűjtsön még magának egy kis zsettát. Úgyhogy ez lesz ma első körben. Szavaztok, azt mondja, hogy eltörtem a kezem majdnem tessin. Hát Dominik, hát most mit mondjak erre? Az amúgy az nem jó. Nekem is voltam ugye eltörve. Nem félsz a trolloktól? Alapvetően nem félek a trolloktól, mert nagyjából 3 másodperc alatt lesznek kivágva, úgyhogy nem igazán tartok. Na, srácok, mielőtt itt belekezdenénk a dolgokba, kezdjük azzal, hogy elmondjam, hogy ugye a Nerdwise-on vagyok. Mert hogy tudom, hogy még mindig egy csomóan nem tudják. Úgyhogy a leírásban találtok meghívót. Valaki egyébként már írta, hogy nem tud csatlakozni a Discord szerverre. Nem tudom, hogyha valaki esetleg tudna bedobni neki ide egy meghívót, egy másikat, hát ha, hogyha, úgyhogy akkor próbáljátok már meg. Mert nem tudom, hogy miért nem lehet. Így van, Edi. Nyomjátok meg azt a lájkot, légy szíves, legyetek kedvesek. Vannak tervek egyébként, hogy merrefele menjünk majd el Joshua-val, de nézzek, Dick, hogy esik az eső. Viszont első körben ugye a legfontosabb, hogy legyen valamink, tehát hogy pénz nélkül mi ne akarjunk itt semmit kezdeni. Atyaisten, ez itt ki a jóisten? Jesszusom. Vajon mit szeretne? Gyönyörű szép ladájával. Szóval, hogy pénz nélkül effektív semmit nem tudunk kezdeni, úgyhogy mindenképpen kell a zsetta. No de, visszavonulunk ide, mert elázunk. Az a helyzet, srácok, hogy én itt közben próbáltam embereket felvenni, írjanak önéletrajzot, hogy csapatban tudjunk dolgozni. Na most el tudom képzelni, hogy milyen önéletrajzok sikerültek. Egy darab érkezett, úgy néz ki. Köszi, Erik, köszi, Jack Sparrow. Erik, hát mi az, hogy Jack Sparrow? Jó gyerek. Azt mondja, a fotós munkával nem tudnátok valamit kezdeni? Jaj, Ambrus, ne nekem légy szíves, van a Discordon egy csomó szoba, ahova ezeket be tudod dobni, hogy neked éppen mi a nyűgöd. Azt mondja, kellene még építőmunkás? Profi vagyok a szakmában. Na hívjuk csak fel, mert én azt mondtam, hogy önéletrajz kell, nem izé. Teljes üzenet, nem. Hogy hívom fel? Miért nem tudom minden felhívni? Na jó, jegyezzük meg, srácok, valaki írja már le. 55-32-82-741. Azt mondja, hogy 55-32, hát már el is felejtettem. Szóval, 55-32, a többit rátok bízom. De nehogy valami ízé, sumákságot írjatok itt nekem. Azt írjátok, ami oda volt írva. 55-32. Azt mondja, feldobtad a napomat, ahogy hazajöttem iskolából, megláttam streamet. Twizzike? Mennyi tanulni? Tanulj egyet. Micsoda? 55-32. 741, az volt a vége. Szivattok, mi? 741. Na mutasd.
Na nézd meg, valaki már, ez a szám nem is elérhető. Jó gyerek! 55-32-7-41. Hát nem ennyi volt a szám, volt ott még valami. 55-32-7-41. Hát, ez a személy jelenleg... Ja jó, akkor lehet, hogy már nincs is a szerveren. Na, jól sikerült ez a keresgélés, ami azt illeti. Sziasztok, szavasztok, srácok! Hello, 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 puszikám! Na jó, akkor oda megyünk. Aztán akkor megnézzük, hogy valami normális ember van-e, aki esetleg nem a streamet nézve, de mégiscsak ott van, és szeretne dolgozni. Mert hogy egyedül annyira nem szívesen nyomnám, mert gyászos. Na az a forma, mivel fent van a tetőn, az már nem is játszik. Rajta kívül nincs itt senki. Na várjatok, kiírjuk még egyszer, mit szóltok? Van itt ám ilyen. Puff! Lehet SMS-be jelentkezni. Addig még várakozunk, srácok. Halló, szia, szavaztok! Rossz számot írtál be? Hát de azt írtam be, 55-32-7-4-1. Nem azt írtam be? Na várjál, megnézzük. Kihagytál két számot. Hát ez meg, tényleg? Na várjál, visszanézem, mit írtatok. 55-32-7-41. Ezt írtátok. Én mit írtam be? 82. Tehát ott a 82. Igen, csak azt rohadtul nem írtátok. Hogy nem lehet írni, hogyha nézed? Akkor könnyen megjegyezni. 55-32-82-7-41. Számíthatok ám rátok? 55-32-82-7-41. 55-32, mondom. 55-32-82-7-41. Püff! Hívjuk, kérdezzük meg, mi van? Én 20.000 mínuszban vagyok, szerintem bug lehet az oka. Ám olyan biztos az. Ennek a forma nem veszi fel. Nem veszi fel! Srácok, nem vette fel. Na jó van, megyünk akkor, csináljuk magunk. Jó napot! Szépen tudom. Na haló, hogy dolgoznak maguk? Profin. Maga? Szeretném hallani. Területi vezető vagyok itt. Akkor mehetek magával? Hát ki mondja ezt? Hát én. Hát akkor jöjjön már egy kicsit félre, hát be sem mutatkozott. Na parancsoljon. Hogy hívják magácskát? Na jó, Diego lenni. Hát de milyen Diego? Két. Kettő Diego? Nem. Nem kettő Diego? Jó, oké, menjünk, ötözzön át, azt várjon egy pillanatot. Na, várjatok meg, közben valaki hív. Halló! Szép napot! Még kellene magának munkaerő? Hát azért nem, mert nem tudja leírni SMS-be. Hát oda volt írva, hogy SMS-be. Értetleneket sajnos nem veszünk fel a céghez, uram. Jó, elnézést, uram. Viszal! Kemények vagyunk, srácok. Uram, és önt hogy hívják? Joshua. Örvendek. Örvendek. Lehet levenni? Hát persze, felveszem magát. Persze. Maga kicsoda, uram? Akkor jó. Őt nem veszük fel. Menjünk ezzel a gyerekkel, ha megkérdezgetjük, mi van. Azt mondja, hogy? Hogy hívják? D-cut. Mint macska. El is fogadom. Rendben. Azt mondja, hogy? Akkor kezdjük meg ketten, uram. Jó. Megnézzük, mi újság van. Rendben. Ú, ne nagy autót, ne két autót, egy kicsit. Jöjjön, pattanjon be, uram. Hoppá. Azt a mindenit, ez mi az Isten? Látja maga is? Nem. Ha nézze már meg. Ja. Nézze már meg. Ha mi az, dementor? Ha nézze már meg. Ha látom, uram. Ha mi az Isten ez? Ha mi az Isten ez, uram?
Bocsánat, csak hívnak. Jó, jó. Köszi Mark, thank you very much. Srácok, engedje, adjátok már végén ezzel a blacklisttel. Hát, nincsen umban. Attól még, hogy valamilyen szerveren van umban, nálunk jelenleg nincs. Nincs. Most nem fontos. Na, nem fontos. Aztán hova valósi maga uram már? Hogyan került ide az építészet közelébe? Itt igazából voltam étel után, aztán nem tetszett annyira. Mondom, kipróbálom már ezt a munkát is. És miket szállított? Pizzákat, ilyesmiket. Azt milyen volt a kuncsaf? Volt valami izé? Mit tudom én, mesztelen nő vagy ilyesmi, aki ajtót nyitott? Dehogy volt. Nem volt? Nem. Hát pedig azt mondják, hogy azért ez így viszonylag sokszor előfordul. Aha. Na magával nem fordult elő. Még nem. Mi ez a gányidő? Jesszusom. Jaj! 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 Álljon meg uram! Normális! Haló! Én vagyok normális, hát mit jönnek abban a sávba? Várjál, mert beütöttük a fejünket. Nem ütötte be. Nem ütötte be a fejét. Így. Jaj! Normálisak maguk! Mit akarnak? Ha miért jön ebben a sávba a rákegye meg a gyönyörű szép szutyokszar Audiát, uram? Mit akar maga? Mondja, mit akar? Jaj, hogy fegyverük is van, mit akarnak? Builder uram, autót? Ne ordítson már, kérlek. Hát nem hallok semmit magából. Fogja már be, neki a bájon. Hát akkor vegye le rólam a sapkát, hát nem hallok. Uram, ne ordítson, kérem. Ablakon most, keresztül? Milyen ablak uram, van abban az autóban? Nem is ér a küléred a szutyok. De visszaveri a hangot. Vissza? Honnan veri vissza, uram? Hát fentről. Fentről, értem. De most mi van? Hol na mi van, uram? Várjon, hol van hely? Motoron? Hát elütnek minket itt az út közepén. Mit akarnak? Csak nem rabolni. Nem baj, jöjjön be bronkóba. Micsodába? Telefon van ennél? Persze, hogy van. Remek, kiveszem az zsebéből, aksiát. Elveszem is magamhoz és kérem fáradjon. Az komoly. Milyen pikpak tudja az iPhone aksikat kiszedni, uram? Hát, megtelte. Van kis csavarhúzója, aha. Szuper. Annyira, miről kiveszik az aksit, tehát a gyájfóba hogyan szedik ki az aksit a barma? Ja Istenem! De nézd meg, hogy mennek rá az emberre? A rákegye meg őket is, ez most kb. 200 dolláromba került. Mert hogy ugye munkába vagyunk. Jaj, uram, fájja fogom, kéd egy sör. Jesszusom, mert ugye munkába vagyunk, nem. És ezek a pöcskeszerek nem is gondolnak rá. Csak egy kulcs. Meg amúgy... Uram, valami ennivalót majd kérhetnénk? Na jó, ezt addig letesszük tálcára a hangot. Ezért tettük be a túszokat, az NPC túszokat. Vigyék a barmokat, vigyék az embereket. Tagok! Szevasz, hello, ciao, köszi, Erik, vagyis Jack Sparrow. Kivette az aksiát? Kivette az aksiát, srácok? Nem lesz. Épp a kórházba indultam be. Nem olyan nem. Könnyű azért egy iPhone aksit kivenni. Jó, azért azt... Megnézném? Na majd a végén kérek tőle egy izét, egy új telefont. Na azt az aksit nem tudjuk visszarakni. Hát hogyan? Az anyja picsáját. Mizu, hát látjátok, hogy Mizu, ez rohadtul nem az én autóm. Yes. Amúgy nyilván nekem jött. A pofátlan kis szemét. Na szép. Na most mi van? Szopás. Hát... Szokásos rácok, hát most... Mit csináljak vele? Na addig mi legyen? Beszélgessük, írjatok kérdéseket. Umban nincsen. Mielőtt itt 85-en beírnátok. Jaj, Istenem. Gyász megeszi.
Mondd meg nekik, fizesse ki az órabéredet. Megálljunk benzinkúton, vagy nem kell? Álljunk. Gondolom nem tőlem kérdezték, de... 90. Nálam 3. Az is el, azt is elrabolták, jó van. Tényleg iPhone. Vannak itt vizikém, köszönöm már. Szépen, de vannak itt egyébként moderátorok. Súnyognak itt a háttérben. Bizonyám. Legalább tudod olvasni a csetet. Ádám! Mi van a Teslával? Hát, most ezt elmondjam? Pont ma vettem fel a videó részét. Kész! Megoldottam. Működik. De majd azért. Ennek a hídnak mentem neki tegnap. Kinek beszél egyébként? Majd azért... Júj! Uram, mi Jesszusom! Jesszusom, hát nem tudom vezetni se túl. Keresztbe állítottam a bronkot. Életemet kockáztatom itt. Mi RP videó jó, lesz? Mindjárt meghalunk. RP stream van. Hát látod? Jó gyerek. Kéne valami szabályszerű, hogy segédmunkásokat nem lehet elrabolni, max úgy, ha kifizetik a kaukciót. Lewis. Csak mondom, hogy... 227-nél? Hogy a mai nap, vagy holnapi napon, de szerintem a mai nap kimegy update-be, hogy maximum 2 embert lehet elrabolni egy rablásra. Azon felül NPC túszokkal kell megoldani a dolgot. Hát pont azért, amit láttok itt is, hogy tulajdonképpen itt ülsz az autóban, mint egy. És nem tudsz semmit csinálni. És hidd el, hogy abszolút nem élmény itt ülni. Hallod? Adjál már KP-t. Király, ez új szervergép. Ja igen, azt elfelejtettem mondani, srácok. Hogy hát a tegnapi napon itt a saját szervergépünkre költöztünk. Eddig úgymond egy virtuális számítógépen volt a szerver. Most már olyan, mintha felemelném ide a gépemet. Egy szervergép. Konkrétan a miénk. Mármint az egész. Rá lehetne tenni így egy matricát, és az ott a miénk. Onnan futunk, és brutális a teljesítmény. Mennyien vagyunk fent? Hát még nem olyan sokan, 126-an. De semmi lag, meg semmi. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon kis patika. Gyertek fel minél többen, mert hogy amúgy tesztelünk, vagy hát próbálunk tesztelni ilyen szempontból, hogy na akkor mi van mondjuk 200 player környékén. Amúgy mégse meg se kötöztek meg semmi, nem? El kéne futni, hogy valami. Hát ja, csak van náluk fegyver, úgy egy kicsit érdekes lenne, hogy elfutok előlük. Kizárta magát a gyerek, vagy mi van? Ja nem, még eszikézik. Még eszikézik. Fulladna meg. Ha csak NPC-vel lehet, akkor légy szíves, oldjátok meg azt, hogy motorra is lehessen túszt rakni. Kedves Kevinem. Rendben. Siessen. Hány túsz ne feletek is motorodra, úgy őszintén. A valóságban. Hány ember lenne az, akit így furikázhatná és így szépen fogná a derekadat? Ha nem az lenne az első dolga, hogy valahogy próbál leesni, hogy jaj, véletlen. Hagyjuk már ezt a... túszt felraksz a izéra. Meg amúgy most is. Nem vettek el tőlem semmit. Én most tulajdonképpen, hogyha lehetőségem lenne rá... Mármint nem kötöztek meg semmi. Ha lehetőségem lenne rá, script szerint... Az útra álltok? Akkor előre nyúlhatnék, és egy bankkártyával kb. Elvághatnám a torkát. Érted, mit mondok? De ne a motor legyen a legfélébb. Hogy effektív... Nyugalom, majd elengedlek. Ezért vicc ez az egész rablás már, és azért van majd NPC plusz, mert úgyse veszik komolyan az emberek. Semmi értelmes, srácok. Rendben, idejövök, kisegítem az urat innen jobb hátulról. Okay. Pont a napokban kaptam. Jaj. Nem kell kisegíteni, tudok én magamtól is jönni. Kérem. Uram, engedjetek. Ha nézd meg, engem meg se kötözték, azokat meg megkötözték. Ez szar. Hát ne, fogalmam sincs. Komolytalan emberek. Hát egy kicsit. Komoly kis bolt rablás. Szerintem persze elindulna azon Nikolász. Maguk is elvesztették a kaukciót. Ó, jó napot, Orrébi, jó napot. Milyen kaukciót? $400 buktam ezek miatt. Oktalanul nem bannolnak. Én csak 200-at. Jól járt, uram, látom. Én meg a életrajzot írtam.
Hova írt a néletrajzot? Nem tudom, valaki kiírta, hogy izé. Kell munkás, meg utána Rifkin. A TUSZ az TUSZ, nincs PG, három fegyveres mellett egy gyilkolnál, Patrik. Edikém. Micsoda? Tessék. Elnézést, uram. Hoppá, elnézést. Mit tetszett mondani? Semmit nem mondtam. Rendben. Na, szóval, hogy figyelj, Edikém. A világon nincs ilyen. Értem. De amikor egyedül van ez a pöcsös benn mellettem az autóba, és ott vagyunk mi négyen, ha nem lefognád, nem csinálnál valamit, hát dehogy nem, összenéznétek, paf! Nem? Éjjel halok, az a probléma. Én is amúgy. Hát engedjünk. Én is. Hát de meg sincs kötözve, nem tud enni. Hát de nincsen kajám, hát hogyan ennék? Adnék én, uram, adnék. Urak, van egy szar hírem, nincs feltöltve a patyusok. Ne! Patyusop. Nincsen benne sem. Merőgetek, bazdmeg. Van elég bajom. Egy óra boltba gyorsan vagy. Hova megy, uram? Hát tessen, csak eledjen a boltban. Ebben igazad van, viszont kétszemélyes kocsiba se lehet berakni az NPC túszt. Viszont az már más kérdés, hogy a Sandy Childish-ok hogy nyomják. Köszönöm. Figyelj, Kevin, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Jó hozzá egyébként. Rohadtul nem. Kétszemélyes autóval raboltak el. Kétszemélyes autóban raboltak el minket. Most sem. Meg nem is motorral, úgyhogy abszolút a jelenlegi szituáció az nem indokolja azt, hogy erről beszéljünk. Így az nagyon cingár. Amúgy mit? Van, aki szomjas? Igen. Igen, igen. Én. Igen, igen. Mindent kérjük. Jó van, csokikát kaját szeretnék. Még nem tudunk adni. Én kis kit kérjük. Sört. Nálam van csak. Sört, az jó lesz. Meg tudja menni. Legyen szíves, itt is eloldozni ezt itt. Melyik a kedvenc száma annak, aki kér inni? Nekem miért érdekli? Ez magánügy. Akkor nem adok. Teljes mértékben. Hát akkor a kedvenc számomat szeretné tudni? Igen, és sörért cserébe. Hát, a 149-et szeretem a legjobban, olyan szép. Még valaki? Csapjuk le azt a 9-est a végéről, én is kérnék a 14-es fegyet. Egy helyet szeretnék kérni itt a hölgynek. Hey, köszönöm szépen, kőbányai. Na látod, egyet tudtak hozni. Flakonos. A csöcsös üveges. Az hova a faszba van? A csöcsös üveges. Egyébként ja, tehát tök nem RP-s azt mondani, hogy motorra felültetted a túszt. Hát én sem tudom ez a faszba. Ugyanúgy az se, hogy engem nem kötöznek meg. A másikokat meg igen. Aztán nem szorítja magukat az a kötél? De, nagyon. De, uram, nagyon-nagyon szorít. Szar lehet. Milyen autót tervezel venni? Hát nem tudom, mert most buktam el pont 200 dollárt. Hátra szeretném vinni itt a hölgyet. Ajja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 j
Hát oda hátra a sarokba. Uram. Hát vigye. Mondja. Nem tudod adózni, mert nem tudok enni inni. Én is nem tudok, sajnos uram. Én sem, és már itt a veszter. Etesse itt meg. A veszter. Jó, aki hozzáér a hölgyhöz, azt nem tudom. Ne, jó. Kérem, ne bántsanak. Nem mozogjanak, nem mozogjanak uraim, jó? Mert a hölgy kicsit mozgékony. Gyás, srácok! Te voltál, akivel versenyeztem az autópályán? Uram! Na jó, út. Ja, minden frakció kap amúgy négy személyes autót, tehát azzal hát te tudod vinni a túszokat. Hát ez mint a szak. Na Bence! Mondjad meg! Ebben, amit itt csinálunk, vagy ahogy elkaptak minket, ebben mi volt olyan RP-s? Mi volt az az RP élmény, amit megfoszt téged? Nem tudom, ezerért vették volna meg. Ezer. Mitől, komolyan, mitől foszt meg? Nem értem. Tehát, hogy most ezt nem azért mondom, de fordítva is, amikor én is raboltam. Ezek általában, most arról beszélek, mennyibe került az asztava. Mi ebben az RP élmény, amitől megfoszt téged? Kíváncsi vagyok. Na most itt mi van? Hát meg se tudunk mozdulni. Ha ez az RP élmény, akkor ettől valóban megfoszt. Valaki meséljen már valamit. Hát
el tetszik engedni a kezemet, én mesélek szívesen. A kőbányai mellett. Mutogatni is kell? Hozzá. Így van. Hát nem, csak tehát inni a kőbányai. Hat játékosnak is. És tudod, nem csak az a baj amúgy, hanem hogy te így próbálsz így pénzeket gyűjtögetni, és nézzek most innen, bárkit megnézel, minimum 200 dollárt elbukott. Minimum. És mondjuk, hogyha azt nézed, hogy egy kezdő embernek mennyi pénze van úgy nagyjából, mit tudom én mennyi, tehát úgy kezdő, hogy például ott vagyok én, 1006, na az már csak 1004 az csak van. Nekik rossz, mondjuk neked is, de... Hát nekem is ugye. Hát nem tudod őket eloldozni, de hogy tudom. Meg hát miért oldoznám, hát itt a fegyveres úr. Na uram, akkor ilyen fogunk halni. Na. Úgy bevágni, akkor egy jó kopa sört. Igen. Meg szalonnak, meg hagymát. Kaptam már sört, szétadom. Ezt az asszony meg szaggatna belé nokedlit is, na. Kinek kell meg? Étel? Ide jöhet, ide. Há, jöhet már. Engem csak el kéne autózni, hogy meg tudja menni. Engem is, uram. És kóbászkát. Ugye egy sár. Megint persze, gangster úr, megint. Mikor a válható az új rablás nem, rendszer? Erről beszéltünk az ilyen kérdésekről amúgy, de... Étel nekem is kell, csak... Várjál mikor. Nem tudom megint. Egy-két héten belül. Én adnék, van nám száraz kenyér. Minőségi. Na szóval, mi ebben az RP élmény? Kíváncsi vagyok most már írjátok le. Kíváncsivá tettetek. Engedjen. Nem fogunk elszaladni. Gyere, kiharapom itt a kötelet. Hol van a izé? Tedd ide a kezed. Hol van a gaijin? Én megtettem. Igen, mert ha neki mennek meg ilyesmi, akkor valami történik az NPC-t úszal. Minél jobban nézzük, annál kevésbé leszünk. Ba. Én leszek. De jó, a szart kenyér. Sőt, kompit kaptam. Tegnap előtt voltam egy rablásom túszként, de ott volt annyi emberség bennük, hogy minden munkásnak, legyen az építő vagy ételfutár, mindenkinek sorba visszautalták a kaukciót. Csak ha belegondolsz, hogy Gábor, az is így... Érted? Tehát örüljél, hogy nem ölnek meg, hogyha úgy nézzük, hogy nyomozatilag. Nem, hogy még jó, visszautalom az ét neked. Szóval... Ne. Az se olyan túl izé. Túl banger. 7 tuszból 4 munkát végző. Gondolom a kajafutárnak is van letét. Ja, azt mondta valami 400-at bukott ő most. Annyi az egyetlen előnye, hogy a player tools lehet, hogy segít hasznos infóval, de ez nem éri meg az ők élményüket cserébe. Meg az ők. Hát gondolom, hogy nem éri meg. Na figyeljetek! Tehát ugye mondjuk én. Azt mondom, hogy tudom, hogy vannak hárman itt bent. Kimegyek, mondom egy rendőrnek, az égvilágon semmi nem fog történni ezért. Hanem. Jó napot kívánok, akkor most akkor megnézzük, viszont, hogy mi van. És akkor bejön egy túsztárgyaló. Megnézi, mennyi elkövető van, majd számolni fognak. Akkor most számolok, és akkor 14-et mondjon. Jó, mondom, 14. Hát szóval 6-an vannak, oké. Mi történik attól még, hogy 6-an vannak? Semmi. Tehát úgy, hogy szó szerint semmi nem történik. Hanem szépen végigmegy az egész, majd aztán indulhat a gyönyörű gyorsulás, hogy kinek gyorsabb a motorja vagy az autója. Ki csesződik neki először a falnak, és ennyi, vége. Nincs semmi, jelenleg szerintem amúgy nincs semmi kreativitás ezekben a dolgokban, sajnos. Úgyhogy igen. Ha a túszok és a rablók is teljesen komolyan vennék, akkor lehetne jó RP-ket nyomni. De azt így, négyen. Hogy a túszok, akiket elrabolni szoktunk, nem veszik komolyan, nem félnek meg semmi, így nem lehet. Na hát Fredikén pont azért van, ami van, hogy NPC túszok legyenek, mert amikor már 30-szor rabolnak el, engem amúgy fixen elraboltak már annyiszor, nem tudod komolyan venni, és mindig úgy nézni, hogy jaj uram, jaj Jézusom, jaj zse. Úgyhogy nyilvánvalóan kiégsz belőle, mert csinálnál valamit, ahelyett amúgy meg itt tűz fél, egy-két olyan órát, aztán szavasz, szóval... Nem fogunk tudni eljönni. This is so shit. Nem van, megyem már, hogy mi van már. Úgyhogy ja, ez van. This is shit.
Elég egy ember is szerintem. Fogom a fegyveret, nem fogom a tárgyalni. Minek ennyi rúsz, engedjenek el minket. Nem azt mondták, még a horgászat is megírja. Ott a pali, vigyázz, vigyázz, ott a pali bal oldal. Na, szóval akkor ez van egyelőre. Úgyhogy most várakozunk, srácok, az majd lesz valami. Hát nem tudok ehhez mit hozzáfűzni, mert igazából... Ja, és arról nem beszélve, srácok, amúgy. Miért jó az NPC túsz? Ilyen szempontból is, és miért lesz mai naptól? Amúgy úgy volt, hogy már... Na mindegy. A lényeg az, hogy ma már fixen meg lesz a szabálymódosítás. Most gondolj bele, elmegyek én innen. Azt megint elkapnak. Ami benne van, tök benne van. És akkor tulajdonképpen neked az RP-d minden nap az, hogy mondjuk elrabolnak kétszer, és mindig vett komolyan. Jó, de félek. És ennyi voltál. De hogy ezzel jár az RP-n meg, ezt úgy lehetne kiküszöbölni, hogy egy óra... Nem ezzel jár. Figyelj, amikor másik oldalon vagy, akkor már máshogy gondolkozol. Szóval gondolj bele abba, hogy te mondjuk nem akarsz illegál lenni. Nem akarsz. Hanem te szaros munkákat akarsz csinálni. És akkor tulajdonképpen az azt jelenti, hogy neked, mint illegál, azzal jár, hogy te rabolsz, mész illegálkodsz, rabolod a túszokat, a legális embernek meg azzal, hogy ő mindig túsz. Minden nap. Tehát nem jó ez. So yeah. I so yeah. És akkor mi van? Itt állsz bent? Nem látsz semmit. Tehát csak itt így állsz. És akkor majd mindjárt bejön egy izé. Elnézést, ura, csak a zöldek itt baszkódnak a bolt előtt. Hát uram, én elnézem magának, ha el tetszik engedni, ám. Igen, amúgy el tetszik engedni, mert továbbra is éjjel. Igen, sokan vagyunk, a fél csapatot engedjék már. Uram. Ja, nem tudom. Igen. Fenyeget? Az lenne a kérdésem, hogy valamelyikük a telefonomból kitépte az aksit. Igen. Azért jár új telefon? Uram, adok önnek új telefonra pénzt, néző. Köszönöm szépen. Hogy örüljön. Ó, én is kérhetnék egy új telefon, nekem még is telefonom. Nem. Akkor az övéből kitéptük. Tessék, uram. Köszönöm. Köszönöm szépen. De mi, 50-be kerül? Vagy nem 50-et kaptam? Kint már komoly lövöldözés van, ahogy hallom. Igazából egy ilyen sima boltra nem is kell több túsz, mint kettő, hanem simán le lehet tárgyalni, viszont egy állami már nagyobb kaliber. Mégis itt vagyunk hatan. Szója. Én is raboltam el, és rablott is. Mi? Ja, gondolom mindkettő voltál. Ugyanúgy szeretem mind a kettő oldalta. És az, hogy csak rablás van, az azért van, mert nincs jobb dolguk az illegálnak, mert kevés az illegális tevékenység. Shadow! Figyelj már! Hogyha kicsit kreatív egy frakció, azért elég jó dolgokat tud csinálni. Én ezt pontosan tudom, úgyhogy arra fogni plusztán, hogy script szerint, egyébként van még scriptben is egész más dolog, amit lehet csinálni. Pusztán a kreatívitlanság. Kreatívatlanság. Az, ami ezt mondja az emberekből sokszor. Én mindig jó pofiskodtam, meg összehaverkodtam velük, hogy engedjenek ki elsőre, hamar lehet szabadulni. Hát igen, csak hát ez milyen már, hogy elkezdesz, fura nekem, hogy így úgymond te egy túsz vagy, és akkor nyá. Mennyi a fizu? Hát jó gyerek, így most sem ennyi. Nem. Molnár uram, nem kell ilyesmit. Na, látjátok? Más is egyetért velem, hogy lehet azért mit csinálni. Szia, Niki, amúgy. Hello, ciao. Na, és akkor az van, hogy itt nézzük a falat. Menjünk már közelebb, hadd hallgatózzunk. Ameddig nem volt NPC tools, úgy voltam bele, hogy aki nem illegál, és nem dolgozik legál részen sem,
az csak tölteléknek van a szerverem, mert mindig elvitték őket túsznak. De most is félig az. Hát igen, úgyhogy pont ezért is hoztuk be, mert... Van valami PD siréna? Valaki hívja már PD. Uram, engedjenek be. Hívjátok, jó. Ha mi történik, uram? Mondjon már valamit. Be akarnak hatolni a zöldek, uram, az történik. Jézusom. Megvédjük. Jaj, mi lesz itt, uram? Meg ne halljak. Minket akarnak ők is elrabolni? Túsz a Nekem családom van. Ne csinálják ezt. Túsz a túszban. Hozzatok menni a gyerekeimből. Tudtam, hogy egy lesz a pap. Neked van családom? Találtál őt? Most a fogam reggel. Megbántam a bűnöm. Na és igen, most már egy 400 dollárt amit tudtunk volna keresni. Ennyi idő alatt. És amúgy tök értem, aki mondjuk egész nap tud játszani, vagy mondjuk fél délután. De csomó ember van, fiatalok, idősebbek, aki gyerek mellett, suli mellett mondjuk 1-2 órát tud naponta RP-zni. És akkor majdnem mondtam csúnyát, hogy mit csinál itt éppen az anyjával. Tehát, Nem akarok megdögölni ebben a szarban. Szavasz, Toldi, szavasz. És tűvel nem futottam még össze, pedig nekem minap volt szerencsém hozzá. Olyan kényelmet hát le, de hogy itt műszál a szarba. Itt még a Nerdwise-on még nem. Az a helyzet, hogy még nem. De nem is beszéltünk róla, úgyhogy ha egyszer összefutunk úgy, akkor összefutunk. Mondjuk rohadtul úgy láttam, hogy most fellépett Steamre. Mármint, hogy játszik a 5M-mel. Értitek? Na várjál csak, kiemgézzük. Jó, hát nem csinálunk semmit, csak hogy tudjuk. Azt mondja, hogy Isti. Istizon, valaki látja? Isti. Tehát most nem a rendőrök jönnek, hanem a zöldek. Szétadom, hogy nem rendőrök jönnek, srácok. Legalább ennyi. Is. Minden szar. Bazzeket, úgy pörög ez a szar, nem látom. Nem látom én az Istit. Lehet csak miszklikkelt véletlen. Nem látjátok ti is. De ott van. Ott van, jó van. Fent van az István is. Hát nehogy aztán összefussunk. Ádám, azt hiszem, hogy 8 hónapja tag vagy. Milyen sok előnnyel jár ez neked, igaz? Jaj. Senki sem tudhatja, kinek mennyi ideje van, ebbe bele kell törődni. Hát pont ezért teszünk ez ellen Claudia azzal, hogy csak 2 embert lehet maximum elrabolni, és inkább NPC-k legyenek. Minket azért érdekel az, hogy a játékosainknak az ideje az ne menjen ezzel el. Szevasz, Jero! Üdvözletem neked is. Hát elnézést, srácok, hogy egyelőre így állunk. De hát, most mit lehet tenni? Amúgy, srácok, elmondjuk valami komolyat? Szintén Teslára visszautalva. Elmondom csak nektek. Lesz rá... Le lesz fóliázva. Na, de ennél többet nem is mondhatok. Homá! Azt a minden itt, Toldi! Neked is milyen sok előnyöd származik ebből a 12 hónapból. 12 hónap tömény izgalom, amit ezzel a tagsággal kaptál. Kövessétek őket, srácok. Ők el tudják mondani, hogy mennyire megéri itt tagnak lenni. Elképesztően jó. Mondjuk egy streamben még könnyebb valakit túszként ejteni. Hát most azt mondom, hogy nem tudom, hogy most nem feltételezek senkiről én ilyet. Egyszerűen mentünk az úton, tehát... Jaj, de vicces vagy, formálsz! Gyász egyen meg téged. Fischer, én nem zenélek már. Képzeld el. Mármint, hogy mostanában eljutottam. Na mi történik, atyaisten? Még mindig éhes vagyok, és én mindig nem oldoztak el az urak, de amúgy azon kívül jó. Na, mondjanak már valamit legalább, hogy tudjuk már, hogy izguljunk az életünkért, vagy sem. Ha most már nem kell. Megoldottuk. Hála égnek, hála égnek. Most lassan jönnek a rendőrök végül. Most már itt vannak. Na, jó vannak.
Tűz, ja itt vannak a sheriffek, szétadom, ha végül. Van olyan, aki még mindig nem kapott enni? Igen, én nem kaptam. Nézzük csak. Hogy tudjak enni. Rendben, pillanat. Country burgert kaptam. Eddig megérte, hát Mark, hidd el, hogy jobb, mint egy Netflix, jobb, mint egy Netflix előfizetés. Most már gondolkodok, hogy az építőmunkás kipróbálom, mert... És akkor most mi lesz? Ki leszünk itt rakva? Menj az anyádba Isten hírével. Gyász! Na, nem így terveztük ezt a live-ot. Srácok, ez az egyébként, amit egy videóból mondjuk kivágok. Tehát ilyen 2 percben látjátok nagyjából ezt a tömény 1 órát. De most! Itt vagytok velem, és ti is látjátok, hogy mennyire komoly RP-ket tartogat egy ilyen nagyon kemény elrablás. Szerintem lassan afkolok, úgyhogy kicsit elmegyek oldalra meg vissza. Na. Most indítja el, vagy mi van ott? Mit csinál? Kéne egy helyi járat, hogy bevigyen a városba mindenkit. Azaz! Okay. Szétflash-elném. Ez az a patyusok? Visszanézhető lesz? Hát visszanézhető lesz, csak igazából mit néztek vissza? Azt, hogy itt szerencsétlenkedünk. És úgy voltam vele, hogy na ma úgy veszünk autót, mint a disznó. És akkor igazából az lesz belőle, hogy nem, hogy autót nem veszünk, kevesebb pénzünk van. Hát még persze nem, de mivel nem tudjuk visszavinni az autót, ezért igen. Természetesen mindegyik live mindig visszanézhető, de a lájkot? Hát... Ezt meg kell ám nyomni, tessék megnyomni. Csak van egy kis gond. Folyamatban van. Valami rablás van, ja. Van most egy rablás, és nem tudják elkezdeni. Azt mondja, akkor old meg. Srácok, ne utalgassatok, mert az a baj, hogy ezt visszanézik, és kapni fogtok közmunkát. 68-69-et kaptam eddig összesen, ugye? Most... Az a baj, hogy muszáj vagyok leszedni, mert ez annyira izé... Nekem nem utalgassatok, mert úgyis leszedem. 69-el kevesebb kéne, hogy legyen, az mennyi akkor? 3. Mennyi? 280 valamennyi. 281, vagy 291, ugye? 291. De mondjátok, ha nem, de muszáj vagyok megcsinálni, srácok, már. Havaromat pont most rabolták el, valószínűleg ő van a másik rabláson. Komoly, komoly. De mi? Még nem indították el? Hát itt vagyunk 1/2 órája. Nem indították el. Komolyan nem indították még el a rablást? Ja Istenem. Gyász elviszi ezeket. Addig keressünk valami zenét, srácok, hogyha már itt a DJ Pixit emlegetitek. Van nekünk ilyen komoly kis előfizetésünk az Istivel, és tudunk zenéket használni. Nem milyen durva zenékre gondoljatok, csak ilyen kis lighty. Legalább akkor nyomunk azt. Mi legyen? Hip-hop. Legyen egy kis komoly hip-hop. Look at this. Ilyen kis lazába. Ha legalább ez legyen. Veszik, hát. Ha jó szar ez a zene, várja. Jó! Itt vagyunk a rabláson. Már kint vannak a zsaruk, offroados vagyok mellettetek. Micsoda MG-k rotyognak itt ide-oda. Ez így nagyon gatya. Mi az anyádat kereselte meg? Mit keres, uram? Segíthetünk? Persze. Ha mit keres? A safe kódot. Ha mi nem tudja, hogy mi a safe kód?
A könyvben lesz. Nem készültek fel rablás. Hát akkor miért nem töri fel? Meg még mit gondol, oda tette a jegyzetekhez a safe kódot? Hát. Flexelt ki. Jó van. Ebbe a táskába itt nem lehet. Ebben egy feketébe óra. Gyász! Nem volt jó ez a zene se, ezek nem olyan jók. Ó! Oh yeah! Ászol, ja! Ja! Keressed a safe kódot! Ja! Semmi. Na el, srácok! Ja! Keressed a safe kódot! Ja! Mielőtt még önmagadat széltoltod? Na megvan-e, uram? Pillanat, meg. Az Isten verje meg magukat. Jajjajjajjajj. Uram, segítsen már itt a társadalmányon, nem találja. Tessék. Megvan, megvan. Mit keressen? Jaj, jaj, jaj. Aktákat. Ja, elég komoly orgazmusa volt itt a gyereknek mellettem. Ha. Jaj, Istenem. Na, kinyílódott. Mennyi jön pénz jön tisztán egy ilyen rablásban? Honnan tudja nekem? Ha nekem kurvára sem ennyi. Copyright zenét nem lehet nyomni, ugye? Hát... Mivel copyrightos, ezért no freaking way. Szevasz, Netti! Csumiszka! Uram, el tud oldozni? Enni kéne. Ha falnap beszélnénk, uram. Most hova tűnt a gyerek innen? Hát itt áll. Én nem tudom, Andreas, ez most pontosan hogy van. Hát ott van a szabályzatunkban, de most így... Valami ilyesmi, ja. Na mi van, uram, az Isten verje meg magát? Pakolom. Mit pakol? A pénz. Mennyit talált? Mindjárt mondom. Csurgasson nekünk is egy kicsit most már. 40 dollárt adjon már, mert nincs kaukcióra pénz. Jó, 40 dollár? Ha nekünk 200. De, uram, én csak 100 dollárt szeretnék, hogy legyen pénzem kaukciót kifizetni. Hát 400 dollárt buktam. Miért? Hát én most legalább... 200-at buktam. Hát de én meg 400-at, hát ezt tudja mennyi pénz? Hát tudom, kétszer több, mint a 200. Így van. Na. És négyszer több, mint a 100. Elhiszi ezt? Igen. Hát én is. Na mi ez a zene? Mi maga is. Jaj, de érzem! Hallod? Csak közben itt hallottam régről egy hangokat, hogy izé... Már elmentem itt. Na mindegy, ezt hagyjuk. Jó, gyász ez a zene. Uram, miről? Gondolkoztam a fejembe, és még egy régi dologra válaszol. Há, hol máshol gondolkodna, uram? Kicsit elbírni. Hát a férfiak úgy szoktam, hogy... Ha persze. Én néha pöcsök meg gondolkodok. Uram, ilyen sok pénz van, hogy még mindig nem szedte ki. Igen, sok van, nekem is jöhet egy kevés. Az én bankkártyámra egy pillanatat le lehetne szedni azt a kis maradékpénzt. A nagyanyám gyorsabban olvassa a kódokat. Pedig szegény az vak is megsüket. Na most hova megy? You got the money? Na! Szar! Ó! Oh! Jajjaj. De jó haja az úrnak. Jaj, de mit megy? Tudod, én nem dö. Na mindjárt elkapom itt a fonalat már. Mióta állunk itt? Hát amikor elkezdtük, várni egy 10 perce ment. Akkor egy 35 perce? Zorko. 37. Meddig pakolja a szépet, Vira? Most. Fú, srácok, lenne nálam egy fegyver. Mondja már meg itt. Sőt, egy kés. Ha háttal van a gyerek, hiába van nála fegyver.
Újra mennék kis késsel. Szépen, is zárom. Ketten vagyunk itt, haló. Akkor most már jöhet a túlszegyalózni. Visszazártad? De rendes maga. Hát tudom. Én a jó betű. Fussál ki. Nem szabad ilyet csinálni. Power Gaming. Tényleg szar. Tomász! Köszönöm mind a 99 centet. Érzitek? Ez ilyen csattogtatós. Szombathajnali lemenős. Jaj. Nem vették volna el a kést, hát annyit mondott a gyerek, hogy van-e nálam telefon, ez érdekelte a legjobban. Na mi van? Mi kell? Most ezek mi? Várja, nem hallom. Mi kell? Hát a uraim, megvan a kötöző a kezünk. Hát ezt futni nem bír attól, vagy mi? De mászni... Én nem tudom eloldani ezeket? Nincs ilyen menü, mi? De hova kéne mászni? Nem mászni tudom, sajnos. Lámpa. Gyász! Úgy eloldoznám őket, ott csak úgy zörögne. Lámpa. Azt mondta, hogy kell menekülni. Hát tudom, hogy akar bemászni. Vettél autót? Persze, kérdezem. Dominik, olyan autót vettem. Na, meglátod, hallod? Hát elrabolni el tud bármikor. Léci, Dögös Robi kaszinót jársz le. Nem szabad ilyeneket, hát. Hát kukkancsunk már ki. Na jó, van. Nyomja ura. Üres. De nem üres, nem. Ott áll egy ember az ajtó. De hogy állnak ott? A kassza mögött is áll, nem? Ja nem, az a kasszás, baszd meg. Na! Ura. Kik mondták az RP élményt? Itt az RP élmény! Na, parancsoljatok! Építő munkásom. Jó van, de a zöldek adta. Jó, gyere, állj meg. Dik, becsukja az ajtót, hát. Zárjuk ki. Építő munkások, álljanok ide. Maga egyébként el van oltozva és van egy telefonja, nem? Nincs. Hát nem adott ennek az ujjat. Pészt! Hívjam már valaki. Álljanok már ide. Az ajtóba. Mindenki álljon ide! Gyertek! Na, srácok! Próbáljon kinyitni! Nem rátek be az ajtóba, haló! Jó, játszottunk, hát maguk leszünk tovább bent, de igazából nekem minden nem tudom megmondani. Sok sikert, akkor kivetelhetsz, többet nem tudok annál. Itt az RP-mény, az az Bence, fessék. Szerintem az ajtó nem fogja meg a golyókat, uraim. Nem lőnek. Sándor, ezt ne tőlem kérdezz, nyiss egy tiketet. I don't know. Már 42 perc. Easy. Na, erre nem számítottak. Ide álltuk. Leszakadt a zsanír. Azért nem nyílik.
Fennmarad ez a csodálatos live? Persze, hogy fennmaradhat. De most mit lehet tenni? Fred, megpróbál bejönni. Jaja, olyan radziát indítunk. Beragadt az ajtó. Nem, 55 perce még nem megy szerintem. Hát 55 perce live-ot indítottam. Már az ajtóban nem tudunk kimenni. Volt szerintem egy ilyen 10 perc, amíg nem raboltak el. Fegyveres legyen az ajtó, jó? Meg kéne olajozni ezt az ajtót. Uram, nyomja, én meghúzom, jó, hogy ki fog nyílni. Próbáljuk meg. Hogy kell kopogni? Van valami kopog. Várjál csak. Mutasd. Karate. Hagyjad, hát ő bajuk, maradjanak benne akkor. Mi nem tudok kopogni. Hagyj a picsába. Most éppen az történik, ahogy a rablók kint vannak, és mi pedig nem engedjük be őket. Mármit... Igen. Elkezdtük már a boltot. Jó, húzom, uram. Már megvan. Strike. Igen. Felvettétek a pénzt a földre? Fel. Igen. Nem tudnak bejönni a beszarsz, bazd meg. Igen, csak nem működik így a kopog. Á, engedjük be őket, vagy ne. Átad, mert szerintem fogom az ajtót. Na, nem hallottam, hogy mondta, hogy engedj be. Várjon, az úr csinálja itt az ajtót. Megolajozza a kezével. Hát itt ezt a zsanét megnézzük. Jaj, jött egy Mustang, az ettek valami. Na most mit csináljunk, srácok? Hát ez ennyit... Nem nyílik. Ennyit érdemel ez az RP szituáció. Nyomja erősen! Dehogy van a 45 perc. Na de látjátok! RP élményetek! Jó van, uraim, most azonnal engedjenek be. Engedjék már be őket. Uram, megcsinálta itt az ajtót. Mindenki álljon oda hátrébb. Köszönöm, az ajtótól itt... itt legyen egy kis hely. Köszönöm. Na mi van most már? Uram, most már türelem. Ja, jó, oké, persze. Most már türelem. Eddig... Eddig még nem kellett türelem, most már kell. Ja. Eddig is azt kellett, csak... Hát még mindig nem oldoztak el, tudja kenni. Ne féljenek, mert kint már 25-től meg... Lassan már szarnunk. Ő már... Nem igaz. WC-re kísérjünk legalább, mert nem bírom már tovább. Uram, tartsa magában. Te eloldoz az úr, hogy tudja... Megyek ide a sarokba, aztán beszarok, engedjé. Nem igaz már. Ne szarjon az úr. Vicc. Srácok. Teljes mértékben vicc ez az egész. Becsukni. Nem tudunk mit csinálni. Jaj, srácok, most mi szart csináljak? Hát mindjárt lelövöm a live-ot. Meg kéne fejelni. Nem, mert ott a fegyver nála. Nem lenne nála az a fegyver. Gyűjj te! Rámennénk, itt hányan vagyunk. Aki rúgja, rúgja. Aki nem tudja rúgni, akkor majd rúgom én. Gyász elviszi. Nem biztos ez, Bence, nem biztos az. Jó, oh, dik. Nem tudnánk megverni hatan sem, mert fegyver van nála. Amúgy ez jogos, tehát hogy például állna egy ember fegyverrel a kezében előttetek, nem mennétek rá, akár hatan vagytok, tehát... PG! Hát most ne lőjem le a live-ot, de most ezt nézzük, srácok, most... Ezt a quality RP-t, amit itt többen írtak, hogy ez egy jó RP... Shadow, hol vagy? Hol az anyádba vagy? Itt az RP élmény.
Nem te írtad? Te mondtad, hogy szereted ezt a fajta RP-t. Leírásban van a szerver, de nem kell letöltened a szerver, testvérem. Itt van a leírásban, alattam-e. Ajajaj. Na, jó van, akkor visszatérünk a zenéhez, srácok. Mik vannak itt még? Rengeteg zene van ám. Azt mondja, hogy... Van streamer zene. Az mi a szart jelent? Gyász! Van izé, kádba a chilles zene. Hát most ugyanaz be az. Ja nem, ez egy playlist, várjál. Ja, hogy ezek. Lássuk. Uha! Egy masszírozást közben be lehetne rotyogtatni. Patyusop, itt vannak a serifek. Uhuhu. 90-es évek, na erre kíváncsi vagyok, mutasd. Rotyogtassuk csak. Kis country. Nem, gangster, nem árulom el. Ne sikíts a tenyeredbe, inkább arról beszélj, hogy ebben mi az RP-élmény. Azt mondtad, ez what, ez what, de szereted. Nagyon jó ez a live, ugye? Túszok RP. Na? Mi történik? Tudnak valamit maguk? Elvileg rálőttek civilekre a kék urak. Milyen kék urak? Hát akik elrabolták. Avatárok. Avatárok. Kék urakra boltak el minket? Hát mit ívott maga, vagy mit szívott? Kék ruhások, uram, most honnan tudja mi a... Kék ruhában? Hát fekete ruhában voltak, nem? Kék ruhában vannak, uram, hát milyen szeme van önnek? Ha megnézem már. Nézze. Hát ez fekete ruha. Ez kék ruha. Hát sötét kék izéval. Na, hát pólóval. Nem. Hát de a fekete része ruhájukon ez a izé... A melvért, vagy mi a tököm. Túsz szimulátor. Nem ruha, hanem védelmi eszköz. Jó, a ruhájuk kék. Gyász megeszi ezeket. Hát ebben egyetértünk. Hát most az van, aki most jött volna, hogy túszok vagyunk, röpke, hát majdnem egy órája. Tulajdonképpen 50 perce. És szétflesseljük. Tiszteletem. Szép napot. Jó napot. Jó, vannak, minden rendben van? Igen. Igen. Jó, Isten. Jó, rendben. Azon leszek, hogy hamar kihozom önöket, legyenek türelemmel, jó? Rendben. Igyekszünk. Köszönöm. Na jó, srácok, hát én addig hozok innivalót, mit szóltok? Meg pislantok egy komolyat. Szétrotyogtatom a WC-t. Még ez itt meg, azt szeretnénk kérni, hogy arra legyen szabadult. Akkor előreadunk két túszt. De hogy mi értelme előreadni, ezt nem tudom, csak mindig mindenki mondja, hogy előre kell, akkor én is azt mondom, hogy előre kell adni, előre adunk két túszt. És akkor utána adunk még egy túszt, aztán jöhet a következő kérdés, várom a következő kérdést, és akkor fasz. Mindjárt jövök. Most valahol találkozunk már majd, beszéljünk már meg valami helyet itt. Mert? Valami boltól bal mögött. Nem tudom. Ha miért tudom? Hát most mindenki megy, hívjon egy taxit külön. Hát de egybe úgyse férünk bele. Mondjuk ez igaz. Minden egyes autót megjavítanak, és ezt mondjuk
kettő darab, 20 év. Cserélem. Jó, tehát az összes járművet kettő 20-ért megjavítom. Igen. Tehát van a kettő, sőt három jármű és egy motor, ha jól látom. Így van. Mind a kettő 20 felvennél vagyunk előre, de nem segít. Jó, leközlöm. Akcióparancsnok, vagyis túlsztárgyaló az akcióparancsnok úrnak, az elkövetőt azt szeretnék, hogy kettő 20 év, akár mind a kettőt előre azért kérik cserébe, hogy, és azért adják cserébe, hogy a járműveiket megszereljék, mind a négy járműve. Tehát a két kocsit, a terepjárót és a motort is. Gondolom, semmi nem történt. Semmi. Komoly RP szituációban vagyunk, srácok. Komoly RP élményünk van jelenleg, úgyhogy ne zavarjatok. Na, mi van? Jaj, Istenem. Nyomjál pár fekvőt. Gyász! Ebben a pillanatban, srácok, van időtök egy lájkot nyomni. Hát azért még ugye... Azért még ugye a marketing dolgok mennek. Hát mindjárt elmegyek még kajálni is. Rendben, urak. Jöjjön itt a nem megkötözött úr, valamint ez az étel futár itt előttem. Jaj. Hajj, menjek már én uram. Tök mindegy. Csak nem elengednek minket. Tehát bárki. Rendben, köszönjük. Elindult szerelő. Na most ez nagyon jó. Uraim, jól vannak? Minden oké? Persze. Jó, megkérhetem önöket, hogy a késsel elvágnák az úrnak a köteljét. Köszönöm szépen. Persze. Így van ebben az időben a PP oldalra is fel lehet látogatni. Épp levágom a kötelet az úrra. Óvatos, nem megvágja. Jó. Na, ez semmi kocka. Jó, uraim, akkor mielőtt kimennének, még rádiózom egyet, jó? Addig várjanak. Ebben. Köszönöm. Túlsztárgyaló az akcióparancsnok úrnak, a két túsz elhagyja az épületet. Jó, mehetnek akkor, megkérem a kollégák irányába, jó? Köszönöm. Azt a kurva, mi történt itt? Szépen. Rapot. Uraim, hány elkövetőt láttak az épületben? Tjú. Négy. Öt. Négy, szerintem. Ne, négy. Jó, rendben, magukat nem bantották? Hát, nem, minket csak... nem. Lelki traumáim lettek. Elvileg valami így zöldekkel igen, csatáztak. Őket. Hamarosan közelésből veszik őket is. Ételt-italt kaptak, fel lett ajánlva? Igen. Fel, de nem oldoztak el, hogy megegyem. Magát el se oldozták. Ha magát meg se kötötték. Hát engem meg se kötöttek. Jó, ezt felegyezzük, jó? Rendben. Uraknak további szép tapot. Köszönjük. Az érdekükben azt javaslom, hogy arra fele távozzanak. Köszönjük. Köszönjük. Jó, ne legyen probléma. Bassz meg. Uram, mi van a kezében magának? Minden rendben látok, uram. Ja, jó, akkor rendben, hát akkor... Na várja, már itt megfaladozok már. Azt mondja a barma, hogy erre távozzunk. Hova távozzunk? Van pénze. Ha van. Hívjunk egy taxit. Jöjjön arrébb, mert itt nagyon körbe vagyunk, hogy mi a szarba. Azt mondta, hogy errefele távozzunk, de erre hova távozzunk? Nézze, ott egy taxi, látja? Azértünk jön. Az gondolom. Azt a taxit szerintem nagyon nem kell. Húha. Inkább menjünk, jöjjön. Atya Isten. Tehát mindenen. Na várjatok. Ura, maga nem dohányzik, hát én nem bírom. Na várjon már. Jesszusom. Mit csinál maga itt? Építési területen van, uram. Jó napot! Elvigyen magukat valahova? Hát vigyen!
Jöjjön. De csak is ingyen. Már most raboltak el minket. Rendben. Azt hogy, hogy erre jár? Hát rablás van itt, miért jön erre? Láttam. Boltba akartam menni, aztán amikor ide ért, akkor láttam, hogy itt... Na vigyen már be minket a városba. Legyen már kedves. Rendben. Meg kéne nézni ezt a szar autót, hát ha ott van. Hát a kollégáját nem akarta megvárni, uram. Hát most mit csináljak vele? Most akkor várjunk még itt 20 percet, hát. Hát nem azt mondtam, csak én azt hittem a barátja, vagy valami. Nem, nem a barátom, majd írok neki, hogy mi van. Megpróbálom a munkás autót megnézni. Uram! Igen? El tudna vinni? Ha kiszedné a jelölést, akkor mutatnék valamit. Ne akarjon a publikba vinni, mert annak semmi értelme. Uram, magának van autója? Nekem van. Van? Tényleg? Egy zasztavám, tudja? Az is jó. Jobb, mint a semmi. De az ott van a ételfutár öltöző. Az pont jó helyen. Figyeljen! Meg kell nézni ezt a izét. Ezt az autót. Hát, ha ott van még. Ha ott, ott van? Még. De mondjuk rendben. Akkor magát tegye ki nyugodtan. Ja, de nem tudom már merre megyünk. Jaj! Kicsit lejöttem az életről, srácok. Most visszamegy dolgozni. Jaj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 . Nem, visszamegyek, csak megpróbálom a 200 dollárommat megmenteni a haláltól. Á, én ezt már nem kapom vissza. De akkor most van kaukció, vagy nincsen? Mert most az egyik úr azt mondta, hogy nincs. Hát akkor lesz, hogyha nem visszük vissza az autót. Ja. Bizonyára. Nem jelölte be az autóját, mi? A térképen jött hát, erre volt. Tudom pontosan, hogy hol volt, ezt be is jelöltem most az úrnak. Remélem, hogy arrafele meg lesz még, de hát gondolom nyilván nem. Azt maga uram, mi a jó Istent keresett itt? Na most mondta, hogy boltba jött. Boltba? Nem tudom miért, nem tudom miért jött ki vidékre a picsába, itt olcsóbbak a dolgok, vagy mi? Nem, hát palettóba volt dolga, yes, és hogy jöttem visszafelé. Áha. De olyan szép kis színe van ennek az autónak, uram, olyan jó ízlése van magának. Hát még nem festettem át. Így azért ez kitűnik a tömegből. Hát az biztosan. Tudja mi lenne vicces uram? Ha megint elrabolnám. Szétadnám. Engem már kétszer ugyanezek az urak elraboltak, majd elengedtek, majd megint elraboltak. Viszont urak, a szerelőterepre el kéne mennünk ma, hogy itt láttam itt. Jaj! Hát uram, ne csinálja ezt, mert itt állok egy órája, csak rakjon. Lendületből menjen előre! Menjen, menjen! Jaj! Nyomom! Ne csinálj, uram, hát ezt nem bírom! Várjon! Nem várom. Nincs még telefonunk, csak mondom, mert kitépte az aksit. A síves szerelő. Vagy nem tépte ki, csak kiszedte? Mit hívok mondott? Hát. Azt mondta, kiszedte, ugye? Istenem. Igen, kiszedte. Én akkor visszatettük. Szevasztok! Azt mondja, hogy... Visszateszi... Az... aksiját a telefonba. Telefonba. Itt egy taxi. Látják itt? Hoppá, műkszik a telefonom. Hol a taxi? Mit lát maga? Itt. Hát de miért áll ott? Hát mit tudom én? Heredjen már az anyjába. Lehet az is el akar minket rabolni. Na, egyébként uram, beültünk ez mellé az úr mellett, azt hogy tudjuk mit csinál, lehet el akar rabolni. Hát én szerintem veszem... azért szálljunk ki ebből az autóból, nem? Hívok maguknak taxit. Hát nézzek, nem is ül abba senki. Hát nem is ül benne senki. Na ez az úr. Maga hát, uram, mi a szar csinál itt? Uram, póló nélkül az esőbe áll. Azt még motorozik. Hát, hát nem fagy le a teste. Nincs-e hideg, nincs-e hideg. Nincs-e hideg, uram? Mit csinál, uram? Én csak itt vártam, megkérdeztem az autóját. De most ott hagyjál, de mit tapizza ezt a... Mit tapizza ezt a sportautót? Hát, nagyon tetszik, szerettem volna megérezni, hogy milyen. Megtapicskolta, csak... De miért hát, tapicskolta meg? Ezt nem is értem. Hát, mert nagyon szerettem az ilyen autókat. Tüdőgyulladása lesz, az véresett pisil. De tényleg, hát vegyem már fel egy pólót, uram. Hát mit csinál? Hát atya isten. Jesszusom. Jaj. Jaj.
Uram, minden rendben ott az autóba? Igen, csak vannak itt kicsit problémák, kirincs. Csatolja ki az övet, uram, szerintem. Mit szól hozzá? Jaj, de gyorsan mozogott az. Na! Kicsatolta az övet? Hívtam maguknak taxit is. Hát ezt... Köszön. Jaj, mindenki ilyen kedves. Toljuk már el. Megjöjjönnek, várj, jó. Jövök. Hát most mit csinál? Ezt nem tudja eltolni, ha beszáll. Na mindegy, tia. De most miért nyitotta ki ez a... retkes? Jaj, segítsenek, uraim! De nem szállunk be ilyen autókba, menjen innen, uram! Én biztos be nem szállok. Hagyjon békén! Mocskos gazdagok! Mocskos gazdag... labancok! Jaj, uram, de közel! Érzi a testem meleg? Hát itt a motoros úr, hogy jól látom, kipakolt mindent a kocsimból, ami benne volt. De mit, tele volt az autója? Micsoda, uram? Hát a csomagtartóban voltak dolgok. Micsoda? Rádió, meg ilyenek. Uram. Figyelj, van egy rádió, eladom önnek $40. Van sajátom is, csak volt tartalék. Hát de nem most rab... ki? És csak így kirabolták? Ja, látom. Hát ez nem semmi, uram. Nem akarja feljelenteni a pöcske szörűt? Hát nem, majd... Vigyázzanak, mert na itt jön a... szerelő úr. Jesszusom! Jaj, azt most ez meg beviszi magát! Jaj! Uram, miért csak dolgozni akar? Adjon már $40, uram, azt nincs pénzem. Adok maguknak. Nekem... Ne adjon semmit, uram, hát örülünk, hogy elhozott. Te meg ne izéljál már! Ne legyél már ilyen kuruzsló. Akkor ne adjon, uram, na. Ne adjon akkor. Jó napot! Szép napot. Szép napot. Jó napokat. Hány személyes az a gépjárműje? Négy. Ó, tökéletes. Zseni amúgy, hogy így kilopja. Már is beakasztom a hordot. Csórika. Még nem tudja, hogy ezért most kapja. Segítsünk. Há, most már, uram! Mehetnek majd fodrászhoz, hát megnő a hajuk. Hát... Már ez most nem be van zárva, vagy csak... Rosszul fogom a kilincs. Hát mit tudom én? Be van zárva, uram. Jaj! Hát... Na most mi van? Hát én nem tudom beszállni, uram. Na, ó, tökéletes, uram. Várjon már, én nem tudom beszállni. Na micsoda lakályos ez a kis. Na, adjon így. Viszlát, uram. Ne, na, uram. Jaj. Alacsony, mert srácok, nem értem. Ezt kapjátok el, ezt a kis motoros. Na, mit csinált? Be van csató. Jó, jó, hát elkapják, ne aggódjatok. Ajajaj. Nagyon másfele megyünk, srácok. Mi ez a live? Ugrassuk, uram! Jó. Nehogy ugrasson! De halk ma maga itt el. Ma már szívrólmat kaptam ma már. Na, mert mi történt? Elrabolta. Hát jó, legalább nem telik unalmasan a napja. Az, persze, nagyon. Hogy ne lenne unalmas, uram? Hát ott állok 40 percig. 40 percig? Hol? Hát vagy mennyi volt, uram? Hát szerintem nem több tudom. Volt. Mondja már meg a nevét, most már itt uramozok fél órára. Kinek? Én? Vagy ki? Nem, itt a építőmunkás úrnak. Joshua. Ja. Joshua. Na, egy James vagyok. Itt menjen fel, uram! Merre megy? Nem, nem. Egyenesen. Jaj, uram, csak több pénzt akar leszedni belőle. Igen. Ne csinálja. Hát... Remélem, nem indította el az órát. Hogy fix ár van, úgyhogy... Ja, eszembe sárba megyünk. Ilyen ez, amikor csúszik egy vontató. Aha. Van jogsia, uram? Nekem? Persze. Csak az apartmanomba nyomtattam. Ja, milyen jó fék látom. Van ezen. Igen. Na nézzük ezt a betolást. Azt a mindenit, hogy rááll, uram, itt a rámpára? Ez igen. Hát tudja az évek meg a rutin. Ha látom. Ajjaj. Na hát akkor most egy kicsit beállunk parkolóüzemmódba.
Oké. Jézusom. Fú, srácok. 3-as vagy 4-es föl tudjátok szabadítani úgy gyorsban. Hát ott héderel a formán, nézzék meg. A 2-es, a 3-oson, vagy hanyos az? Az igen, ott az 1-esen, ott 2-en is állnak egymás mellett. Nem maradkozunk, uraim. Egy kis türelmet kérek. Rendben. Jó, mennyi türelmet. Addig csak kiszállunk már. Nyugodtan nézzenek addig körbe. Nincs egy szál cigia. Joshua. Ha lenne, se adnék magának. Mit lájmol maga mindig mindenkit? Ha pénzt kér, pénzt kér az úrtól, aki elhoz minket. Ha mit lájmol maga? Na, hát bizniszember vagyok. Mindent kérni. Hát így van, Edikém. Na aztán ez mennyibe fog magának fájni, uram? Nem tudom, 200 dollár. 200 dollár? Hagyjon már, ez lesz egy ezer. Rablókat. Szép napot. Maguknak miben segítettünk? Itt a gépezet. Ez a lila szépség. Ez a gép sárkány, ami... Akkor nem szóltam. De egy karcot se lássunk meg rajta. Vigyázzanak rá. Ezek az urakat nem érdekli ez a... Ez az autó? Hát ez már nem autó. Az ott a gépezet. Ott bizonyám. Mennyiért adja ezt a szépséget? 2500. Az bizony. Hát ez mi? Játékautó? Hát ez nem tudom, hogy valami. Már bocsánat, Visszába zagarakkal. Hát mi van ebben? Két személy se fér bele? Azt hiszi pénze van, azt itt megyek keményen be. Hát mindjárt lebetonozom ide ezt az autót. Úristen! Beleépítem egy alapba. Hát. Sziasztok. Szép napok. Állakinek végül. Hányan dolgozzál? Jó Istenem! Vigyázzon rá, uram, vigyázzon. De nehéz az élet. Nagyon drága autó. Ez egy műkincs. LTD. Az igen. Aha. Ez nem csak egy LTD. Hanem? Szebb elképzelés, de... Jaj, az. Hát akkor az igen. Kutyának meg tessék. Hallod, Johnny? Ki kirogattak amúgy? Üzenet hátán. Munkával kapcsolatos? Vagy mi volt ez? Na jó van, uraim! Csinálják az autót, további szép napot, viszlát! Tiszte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 t
vagyok. Robert Hunter. Ja, építőmunkásnak akartak jelentkezni. A sportfelszerelésre. Hát futballozok. Futballsztár maga. Maga a Ronaldo. Hát az még nem. Ez a V8, ez a V8. Vegyék ott V8 az. Hát ez a világ leghosszabb fuvara, uram. Meg jó, hogy nem kapcsolt ilyen órát, vagy ilyesmit. Ja. Azt a mindenit! Az igen. Uram, már mit csinál? Ezért nem kell fizetni az úrnak, én úgy hallom. Mi történt? Hát széttörte. Kitörték az ablakát. Szétszaggatta a kárpitokat. Hogy dolgoznak magukat, mit csinál? A kis törésre. Jézusom! Jézus Mária! Hát normális maga, az egy eredeti darab volt. Hát most még eredetibb lesz. Ha úgy is mutatjuk, antik. Maga is kutat a csomagtartóba. Pont nem. Van még benne valami út? Hát gondolom kilopott mindent a gyerek. Kiha? Aztán kinek számláztatok majd. Nekem egy fekete ruhában. Hát a hamburgeres úrnak. Na hát, most miért csinálj ezt, uram? Hát mindenkit huszkod le. Nem igaz. Hát hogy volt pofája kérni az úrtól pénzt, miközben elhozta a mi kis picsánkat? Hát de most uram, ha hadd mélynek kérek. Hát mert nem korrekt. Na most patikos, nem? Most tökéletes. Na, ezt tudtam intézni. Milyen név, Szerelő úr tudna jönni? Valamelyik? Aha. 150 dolláros számlás. 150 dollár, szegény basszus. Nem túl jó. Na kíváncsi leszek, hogy meg lesz az autóm, srácok. Adi 89. Ösék le őket. Mórika! Ádám! Nem tudom melyik. Te hol jársz ebben a live-ban? Csak nem a rablásnál. Nagyon szépen elkezdem kielíteni a számlásra, írom a nevem, a munka nevét, a gépjel, a típusot, állapot, a rendszámát, az összeget, a dátumot. Úgy gyorsan ráírta, hallod? Prrrr! Milyen gyorsan ír, uram. Hát, na. Esett a telefonomon. Nem ennyi lett, uram. 150 dollár.
Aztán további szép napokat. Köszönjük! Köszönjük! Na hát csak sikerült, uram. Ha mit Össze megy az jött. Autó? Nem érdekli eladó. Nem, köszönöm szépen. De ezt tartsa csak meg, ez egy ékes darab. Mibe fogadunk, hogy nem lesz ott az autóm? A szolgálati gépjárművem. 62 dollárom van, uram, abba fogadtad. 62 dollárban? Á, nem tudja, mert... Ne. Tudja mit? 62 dollár, de én rádiót adok önnek. Mit szól? Hát minek nekem rádió? Hát mit tudom én? Dolgozik érti ezt? Nem kő nekem rádió, uram. Most mi vagyok én? Biztonsági őr? Mit csinált? A híd alatt kukáztam, képzelj. Kukázta? Aha. Mondta az egyik ismerősöm, hogy lehet, hogy talán jó dolgokat, azt találtam, hogy rádió. Milyen híd alatt lehet kukázni? Jaj, hát ön... Jó kérd, itt lehet, azt hiszem, valahol. Azt mondja? De nem itt? Csak ilyen rozsdál, itt. Na, mindjárt csak ránézek. Itt-e? Ahol tudja, élnek a csövesek. Ó, hát persze, hogy nincs ott az autó. Uram. Rohadnának meg. Jó, hát uram. Itt van egy már. Nem, engem itt kitehet. Megyek kukázni. Köszönjük szépen, van, uram. Mi? Ez hol nem van? Itt van. Hát hol van akkor? Várjon. Azt hiszem itt van. Ajajaj, jesszusom! Ó, mekkora f... Hát srácok, ezt elbuktuk! Rossz a tájékozódási képessége. Joshua illegálkodni fog. Ha látjátok. Á, itt lesz. Hát most mit csináljak? Hát nincs semmink. Nem. Itt? Á, azt hiszem itt lesz. Hát mindjárt megnézem én ezt magamnak. Azt mi, csak simán túrjak mindent? Várjon, nem itt van. Te ott van. Az itt lesz, a... mi? Ó, jövök én is. Na. Jaj, uram, jó van. Uram, köszönjük szépen a fuvart. Na, nagyon szívesen. Vigyázzon magára. Magunk is, viszlát. Hát most megyünk kukázni, srácok. Látom. És keresgélünk. Hát most mit csináljuk? Ide jutott Joshua. Kukás lett. Gyász elviszi. Találtál egy használt fecskendőt. Mi az anyámat csinálják egy használt fecskendővel? De mindegy, találtunk. Na miket lehet itt túrni? Nehogy ám itt aztán valami, izé. Még el se kezdtél dolgozni, de már mínuszban vagy. Figyelj! Igen. Tulajdonképpen az van, hogy másfél órára jön megy a live. Ugye? Igen. Igen. És eddig még csak pénzt költöttünk. Mármint, hogy buktunk. Kettő fecskendő. Mire jó egy fecskendő? És hol lehet a követke? Ott van elő. Hol az úr? Eltűnt. Hon van? Ja, ott van. Mindjárt megkérdezzük, ő mit talált. Képzett Patrick, gondolkozom azzal, hogy páromnak veszek egy Toyota Prius-t. Ez egy üvegkénysav. Toyota Prius-t. Az már félig elektromos, de nem tudom. Hát... Figyelj, most mit mondjak erre? Jók a Priusok, csak... Tudod kinek mit. De hogy folytassam a munkát, hogyha nincs meg az autó? Mondjuk? Dehogy találtam. Mondjuk ott van a cucc. Csak igazából ugyanazt a pénzt elbukjuk. Tehát most azért oda menjek csinálni valahogy. Biciklivel, vagy bármivel, hogy aztán maga mit talált? Talált valami komolyat? Infralámpát, rozsdás, kanalat, meg használt fecskendő. Az is jó. Igen. Infralámpa, de mit csinál azzal? Hoppá, itt volt még egy infralámpa. Várja, megpróbálom. Mit lehet csinálni egy infralámpával? Csak nem valami komoly illegálkodást. Infrát megveszem. Ja, szóval hát nem tudom, hogy ilyenkor most van-e értelme folytatni, mert igazából most oké, hogy megcsinálom, de effektív el is bukjuk szépen azt a pénzt, nem? Még egy infralámpa. Hát srácok, tele leszünk.
Na, parancsoljon. Mit talált? Kény sava. És ezeket nem kéne eladnunk valahogy? Hát de hogyan tudjuk? Hát mit tudom én, csak írjuk ki. Hát kinek kell rozsdáskanál? Hát de van infralámpánk, lehet van valami izé. Ha nő, van akinek 11 kell. Darabom, ura. 11 darab? Ott, az autómban, igen. Ja, nekem 2. Hát ha valakinek kell, srácok, valaki már átvenné tőlünk, hát mit mennénk? Gondoljatok már bele. Legalább egy kis iszét. Kapnánk. Érte? Jaj! Ezeket, amiket most szedtek, a bandák használják fel drogkészítésre. Infát... Sejtettem, hogy valami ilyesmi, de fecskendőt? Azt is? Azt írjátok meg, mi a szar. Csináljuk. Uram! Mit lehet csinálni a fecskendővel? Hát... Jó kérdés. Meg kéne kérdezni. Semmit már használ. Kérdezzünk meg egy izét, egy orvost. Az csak tudja. Jaj, kajak. Eladjuk az orvosoknak, a szevasz. Oda megyünk, van pár fecskendőnk. Nem sokat érnek. Ne lombozz le! Ó, megint egy infralámpa. Na, szóval, hogy... Kénysav... Hát figyelj, akkor kell majd egy izé, egy orvos aztán rászórni mindent. Igen? Hát fecskendőket eladni neki. Hát most ki tudja, hát lehet ezt izéni. Tisztítani. Abból lesz heroinos fecskendő. Hát azt akkor mi van? És nem csak heroinos, tehát a fecskendő az nem csak heroinos tud lenni. Nem? Megkérdezzük, hát ha kell nekik. Keresgélj egy tovább kitartóan, hát ha találsz valami értékeset. Na, várjatok akkor. Boom. Még egy picit keresgélünk. Micsoda? Kénys abból is van 10 darab az autóban. És az kinek jó? Nem tudom, uram. Hát nem tudom. Meg fecskendő. Lehet izé, ilyen drogosoknak. Igen? Hát most nem. Hát de a használ... Nem hallottam. Micsoda? Nem hallok semmit, zúg az eső. Haragja. Azt mondja, hogy találtunk még egy fecskendőt. Mit mondott? Jaj, de tolja ezt a kocsit. Azt mondtam, hogy a drogosoknak végül is mindegy, hogy használta vagy nem. Hát de most ez miért lenne használt? Hát én nem látom, hogy hát, ez uram. Használva van. Hát mert így... Már használt, uram. Hát nem látja. Hát nem jó. Látom, hogy használt. Hát de felszedi, azt látja, hogy használt. Hát én nem látom, hogy használt, uram. Hát miből látnám, hogy használt? Hát mondom neki, hogy használ, tudom. Hát az meg... Na, megint árabolna. Hát mi? Kamionna? Hát tudom. Hát nézd. Itt olyan dolgok történnek. Nézd már. Hát mit keres itt ez a szerencsétlen? Mit állít meg? Valamire vár. Ülj benne valaki. Ketten. Szép napot, urai! Mit csinál urai. Ma, mit csinálnak maguk itt? Urai! Maguk sikete? Nem, csak némák. Hát ez... Lehetnek süketek is. Csodás. Na, szóval. El kéne menni az autó. Hát ezt, azt hogy? Hát miért nem szóltál a gyereknek? Hát elvitte volna magát. Meg most oké, hogy elmegy az autóért, azt akkor mi van? Hát dolgozni kéne. Ja. Azt mondja, három kín. Ez mire jó? Nincs kaucióra pénz. Ez is le. Ez is le. Na, hogy nincsen kaucióra pénz? Hát elvileg izé. Van valami véradás. El kell menni vért adni, azt lesz egy kis zsettája. Véradás? Igen. Hát azt hiszem. Hát én nem tudtam én erről. El kell menni, meg kell nézni. A mentőállomásra. Menjünk már. Hát ha kapunk érte egy kis pénzt. Meg megpróbáljuk rájuk sózni ezeket a fecskendőket. Jó, jó. De akkor el kéne menni az autómért, és akkor van 11 fecskendő. Hát de uram, én most mit csinálják a maga autójával? Hát miért nem megy el érte?
Hát de benne van a fecskendő, azt mondom, uram, azt kéne eladni. Akkor menjünk el biciklit bérelni, maga elmegy a izér, az autójáért. És akkor odahozza az autót, aztán megyünk az elmesre. Hát de miből bicikli? Menj egy bicikli bérlés. Bérlek magának egy biciklit, na. Jó. Hát ennyire, miért ennyire csöves, uram? Mi történt magával? Hát elraboltak, eltűnt az összes pénz. Hát de hogy eltűnt az összes pénze? Hát 400 dolláron volt, uram. Igen. 200-at kifizettem a kaucióért. Nem csináltam meg egy fubart, mert elraboltam. Oda okay. 200 kaucióm. Igen. Tudja? Elengedtek az urat. Igen. Elmentem az autó. Vagy visszamentem autót bérelni megint. Megint 200 dollár, és megint elraboltak az urat. Ja, hogy így. Ugyanazok az urak kétszer elraboltak. Na jöjjön, fussunk egyet. Úristen. Mit írtak? Drug dealer RP mekkorát menne? Azaz. Az infralámpa az illegál. Mitől illegál? Majd én oda viszem a mentősökre, rátukmálok mindent. Vagy megpróbáljuk. Az infralámpa egy infralámpa. Bioptron. Jaj. Meg se lepődnék, ha megint elrabolnának minket. Úgy érzem, uram, én elsírnám magam. Mondjuk a gyerek, ez tényleg áll. Jaj. Ma 600 dollárra gazdagabb lehetnék. NPC-nek el lehet adni? Munkába. Erre ez történt. Hát kiemgézem, srácok, pillanatok alatt. Ne aggódjon, uram. A jó után mindig, vagy a rossz után mindig jön a jó. A igen. Sötétség után jön a világosság. Szóval NPC-nek ezt el lehet adni? Tudi. Ne szívassatok már. Várjál. Lőszert vennék. Hát lőszerrel nem tudunk szolgálni, de komoly kis izékkal tudnánk nekik szolgálni. Zsírúj fecskendet, az most miért nem jó? Na, hun van, uram? Vegye fel a tempót. Alakul az illegális biznisz. Hát persze, vicceltek. Na, várjatok. Na! Tudja, hogy kell gyorsan tekerni? Azt hiszem. Mint a kurva élet, úgy menjen. Ez mi történt itt? Látta ezt a trükket, uram? Földön bicikliztem, látta? Jesszus, atya úristen. Itt a biciklije. De ezt mit csinált maga? Kibérelt magamnak, uram. Hát és akkor miért lett két bicikli? Hát ön is kibérelt egyet, nem? Én szerintem nem. Ajándék, uram, grátis. Na, menjen inkább, megvárom itt. Itt megvár? Persze. Ha ilyen időben nem biciklizek. Inkább itt szeretek ázni. Jó. Ez hogy csinálta? Én ilyet még nem is láttam. Na már ide beállunk. Úgy is van. Na mi van? El lehet adni, ha heroinos vagy füves cigi. Hát megpróbálunk rátukmálni mindent. Gyász megeszi. Nem tudom, hogy ezt hogyan kéne. Ájjajajajajajaj. De ti nem is béreltem, kisrácok, csak állítottam volna, hogy hány másodpercre. Hát nézd már meg, hogy nem béreltem semmit. De hogy béleltem ki, hát ne szívassatok már. A pénzből is ugyanannyim van. Most azon gondolkodok, hogy most akkor mi legyen? Ezeket megpróbáljuk valahogy eladni, csak hogy... Oj, vezd meg! Gyász elviszi, a véletlen ittunk egy sört. Jaj! Pöcsömöccse! Ó, te fiú! Minden kellett nekünk, még pont ez is, hogy... Gyász elviszi, hát! És meg izétunk, beszédültünk itt. Ó, te fiú! Ne rögjetek!
Kínom be itt. Jó napot, uram, jó napot. Jó napot, parancsoljon. Nem tudja, hogy ezt a kerékpárt vissza lehet adni ide? Hát honnan tudjam, uram? Hát mi vagyok én? Portás? Gondoltam itt a pénzt, itt visszakapom. Hát eredjen oda, azt nézze meg. Hát tőlem nem kap pénzt. Jaj. Nem kell az a bicikli. Nem kell, nem kell, köszönöm szépen. 10 dollárért adom. Ah, nem kell, köszönöm. Értem, mindjárt jönnek személygépjárművel, uram. Az igen. Igen, ám. Akkor maga nem járcsövel, s felvitti. Hát azért felvitte az Isten dolgomat. Mindjárt érkezik a gép. Az igen. S hogy hogy ilyen munkajármű idébe? Munkaszedbe? Inkognitóba vagyok, uram. Vagyok. Jaja. Na jó van. További szép nap. Viszont. Na, megittuk a kőbányait, de már kis józanodtunk. Gyász elviszi. Jaj. Hol van NPC, akinek el lehet adni? Hát nem tudom. Majd megpróbáljuk megszerezni őket. És feljön a nap, keresünk NPC-t, aztán hátha. Hol az autó, amivel jönnek? Lehet itt hagyott a gyerek. Írtak chatre IC. Mit? Joshát várom építőmunka területen. Hát de milyen építőmunka? Szép napot. Elvihetem valamerre? Látom, itt egyedül áldog el. Ah, nem, köszönöm, várom a hintómat. Á, értem. Akkor további szép napot. Viszont. Ne. Hol az autó? Hol a komoly gép? Na, itt van! Ez ám itt a gép. De ez nem is ő. Jó napot. Ez ki a pöcsön makja? Majdnem beütünk. De most mi van? Most... Hol? Kiírjuk TVT, hol? Mert az van, hogy most oké. Okay. Csak mi most megcsináljuk azt a melót. Aztán nekünk akkor is, akkor kapunk 150 dollárt vissza kb. Szóval az a baj, hogy oké, okay, a másik srácnak tök megéri megcsinálni azt a melót, de nekem rohadtul nem, mert én vettem ki az autót, talán tőlem fogják vonni a kauciót. Gyász elviszi. Kiírták, hogy infralámpát venne. Majd most rápróbáljuk a mentősökre csűrni ezt a dolgot. Hát nem is jön a gyerek. Hát az Isten itt neki. Hát miért nem jön a gyerek? Jaj. Mit szeretne hát? Keres még? Nem keresek senkit már. Ó, még hívtak is. Ajja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 jj
És miért ne jönne? Nem maradt ott egy bicikli? Elkötjük aztán. Aztán legalább addig lesz egy... Ott, 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 ott. Hogy nem ő az? Azt se tudom, hogy nézett ki. A pizzás ruhába volt. Nem lopjuk el, pedig majdnem rákívántam. Hát figyelj, itt van a bicikli. Mutasd. Ha szép napot, uram. Hát parancsoljon. Diego vagyok. Diego? Hát igen. Na, Diego, azt akkor most mi van? Hát nem tudom, uram. Hát honnan tudja, hogy hol vagyok én? Ijesztő maga egy kicsit. Na? Szóval most az van, hogy eltűnt rohadtul az autónk. Hát igen. Úgyhogy gyászos. Azt sem tudom, ilyenkor mi van? Hogy tudom leadni a munkát? Lehagyjuk és akkor újra kezdjük, lehet újra. Uram! Én újra nem kezdem. Igen? Lefoglalták az automat a rohadt kéket. Uram, megőrülök! Csináljon valamit! Hát én nem csinálok semmit.
Na jó van, akkor leadjuk a munkát. Akkor visztát, uram? Örültem azért. Elengedem én ezt. Gyász elviszi, mit adjak? Telefonszámot. Adok, parancsoljon. Én is megosztom. Erős azért, hogy a Diego csak úgy megtalált minket, ugye? Jaj. Uram, mit fog kezdeni? Hát ez egy jó kérdés, uram. Látja. Uram, ez azt mondod. Megosztottam? Meg. Azt hiszem. Várj, jó. Hogy kell. Ja, tudom, várj. De nem értek én ezekhez a szar izékhez. Nekem androidom volt. Jári? Na mentse már el, az Isten áldja meg magát! Várjon már! Menjük kérdésre! Diego vagyok, köszönjük! Hogy kell menteni? Várjon! Megosztottam magával! Jó! Elengedjük már el, srácok, már ez. It's no fucking way! Ennyit a nagyon jó RP-ről, hogyha... Elrabónak túsznak. Megpróbálok itt valakit a pénzlájmon. Menjen ki éregetni, vagy valami. Megyek is. Viszlát. Szép napot. Jó napot. Szép napot, uram. Na menjünk. Jaj, az ajtaja az. Hát ez mindegy. Jó az. Hát ez a nap, ez szörnyű. Micsoda? Másfél órát ültünk bent. Fantasztikus volt. Nagyon élveztem, nagyon élvezetes volt ez a másfél óra, uram. Másfél óra alatt buktam mínusz 200 dollárt. Az nem jó. Legalább ennyi történt ezen a tyúkszaros napon. Gyár. Uram, akkor leadjuk és ennyi? Én nekem ennyi, uram. Na ugye, Shadower! Minek cseréljünk, uram? Tudjunk majd dolgozni, nem? Én nem dolgozok többet, el fogok menni rabolni. Á, uram. Hát látja, hogy ezek érvényesülnek. Mocskos, illegális emberek érvényesülnek a városban. El kell menni, ki kell rabolni mindenkit. Na még ez itt megállított volna minket, agyon is vágom. Mit megy ez a CLS ott? Oh. Hát Dávid, ezzel mit csináljuk? Szóval hogy kell leadni ezt a szart? Oda megyek, ezt leadom? Persze, üssön el hát! Mit csináljak? Azt mondja, hogy munka megnyitása. Hogy a szarba kell ezt leadni? Hát, hát ez akkor most annyi. Ja. Az jó. Na viszlát akkor. Uram, akkor nem cserélünk egy telószám. De minek? Hát nem fogok én dolgozni, hát. Ezzel most lehet keresni, uram. Nem érdekel, hogy lehet keresni. Nem érdekel. Most nem fizetés. Persze, tudom, addig lehet keresni, amíg el nem rabolják magukat, uraim. Addig lehet keresni. Azt azután. Semmi mi nincs. Mi történt önnel? Elraboltak minket. Elraboltak. Másfél órája vagy mit tudom én már mikor raboltak el. És most vagyunk ott, hogy ide értünk. Nem tudtuk belekezdeni a munkába se. Na? Hát ez nem a legjobb akkor. Ez nem, mert minuszos. Na viszlát, uram? Jaj, viszlát. Elfutunk a kettő között. Na, szóval srácok, ezt elengedjük. Valószínűleg nem fogunk amúgy nagyon live-ozni, mert ennek semmi értelme nincsen, hogy ilyen végig ilyen MG áradat van. Sokkal legalább MG-tlenebb a videó. Az a baj, pedig hát sajnos én megpróbáltam. Nem megy. Ja, jó, megyek mára, mert elég is volt. NPC-t úszok, ezért lesznek. És ja. Tali majd. Puszika. Szevasztok. Ciao. Hello. Hogy kezd leállítani? Halló. Megvan. Ciao.